saját élményemet mondanám el. Amikor a mandalák festésébe belefogtam, illetve csak úgy spontán elkezdtem mandalákat festeni, akkor... akkoriban nagyon nagy szükségem volt arra, hogy a életet elrendeljék. És úgy érzem, hogy a mandalák ebben nagyon-nagyon sokat segítettek. Tehát a mandala rendezettségével, szabályosságával, és a szabályosságon belül bármit létre lehetett hozni. Gyönyörű színeket alkalmazva, harmóniába tudtak hozni. Viszont mindig, mielőtt egy mandala festésbe belefogtam, mindig úgy rendeznem kellett magam, hogy középen legyen. Hát ilyen nagyon zaklatott állapotban nem lehet mandalát festni, nem tudom, hogy próbáltatok-e már mandalát készíteni. Legalábbis sejemre nem nagyon lehet, mert mondjuk akkor kiesett a kezemből az ecset, és végigburult a sejmen, és a sejmen ezt nem nagyon lehet javítani. Tehát akkor ilyen végleges sérülés nyomok keletkeznek a sejmen. Tehát a mandala festéshez társult az, hogy folyamatosan rendbe kellett magam tenni, és ezzel a rendbehozással párhuzamosan készültek a mandalák. Az utóbbi években már sejemre is kevésbé mandala-szerű formákat festettem, bár azt hiszem, hogy a körfesteli, spirálfesteli az mindig teljesen ösztönösen jön belőlem, tehát az nagyon fontos szimbólum számomra. Viszont amikor az akril festékkel lehet szabadon úgy elkezdeni festeni, hogy nem tudom, hogy mi lesz belőle. Tehát van egy vonzódásom mondjuk néhány színhez, van egy vonzódásom ahhoz, hogy mondjuk azokat elkezdjem összekenni, simítani, valamilyen területet létrehozni. Nem kell előre megterveznem, hogy mi lesz belőle, és az sem baj, hogyha egy káosz lesz. Mert hogy másnap újra elővehetem, felülfesthetem, és ebből a káoszból, ami az elején megszületett, egyre inkább kialakíthatok egy harmóniát. Itt most olyan képeim nem nagyon vannak, tehát ezek nem pont ezzel a technikával készültek, tehát jobban volt előre egy koncepció, de mostanában festek úgy, hogy tényleg semmi koncepció nincs, hanem egyszerűen csak a színek néhány egyszerű forma, és az újabb és újabb részegekből alakul ki, tehát addig festem, ami nem lesz egy harmónia, a káoszból. És szóval a káoszból harmóniát teremteni, ez most nekem nagyon fontos. Tehát úgy érzem, hogy az a világ, amiben most élünk, az annyira felborult, hogy itt erre nagyon jó szükség van, hogy a káosz tetején is tudjunk harmóniában lenni. Meg tudjuk találni, hogy mi kell ahhoz. És mondjuk egy képen én a színeknek a formák segítségével keresem ezt. Nem mindig találom meg egyébként, mert van egy mappám, amiben azok a képek vannak, ahol még nem találtam meg, de hát még lehet belőlük valami. Tehát most nem azt a lépésről lépésre rendszerezett utat követem, mint amit a mandalán igényeltek, meg a sejemfestés igényelt, hanem ezt a szabadon elengedem, az összes negatív dolgot is akár kirakom, és hogy utána azzal dolgozva, hogyan tudok mégis szépséget és harmóniát teremteni. Hát most azt hiszem, ez a témánk.